Kedvéltem! Sziasztok! Jó szerepelt a bázis, büszke vagyunk magunkra, ugye? Többen írtátok, hogy egész jó volt, meg hogy később majd nem annyira lesz jó, de a keeper az már nagyon várja, hogy tovább csapassa. Gyerekek, egy dolgot akartam megnézni, hogy hány darab halát szedtünk össze mi ennyi idő alatt, mert azért egy-kettő úgy látom, hogy, vagy úgy hiszem, hogy sikerült. Összesen három halál. Jaj, kétszer haltunk meg a izé miatt, ugye? Kétszer haltunk meg, meleestünk, de amúgy meg tök jó működött minden. Na gyerekek, valamit egyébként itt kell művelnem? Mindig most tök jó, mert itt vannak ezek a cuccok, és mindig tudom üríteni, és nem az van, hogy fölöslegesen így benne áll a cucc. És a képer akkor nem tudja, ő hogy nehogy vizet nyomjak. Nem tudom kiszedni érted, hanem akkor így folyamatosan megy. Egyébként azt utálom, hogy nem kapcsolódik le ez a dolog. Kész kajából együnk meg olyan dolgokat, akkor amik leginkább így, hát nem azt mondom, hogy trash-ek. De itt zabáljunk meg sok dolgot, az a lényeg. Hát ezen a napon mit fogunk csinálni, ugye? Kérdeznétek meg. Hát egy csomó mindent leginkább, az a terv. Mennyi kaját kéne még magamhoz vennem? Hát szerintem már elég, nem? Meg figyeljetek, vigyünk magunkhoz kész piát. Szerintem ezt a smoothie-ból veszünk egyet, meg esetleg viszünk. Mondjuk ilyet. Aztán akkor így elveszünk. Ennyi mindent fogok magammal vinni, semmi mást. Aztán már veretjük is, és arra gondoltam, hogy ezen a napon akkor küldetésezni fogunk. Ugye tier 3-as küldetések, csukjátok be a szemeteket, majd kiaválok, hogy mikor, vagy nézzetek el másfele. Szólok, mikor érünk le, mert ez tényleg kaotikus, ami itt történik. Ja, meg ideje van törve lábunk. Az úgy nem a legjobb. Ja, rá kéne menni, hogy minél hamarabb szerezzünk egy az, hogy rengeteg tapasztalatot, mármint úgy, hogy könyvek formájában leginkább. A másik dolog az, hogy szerezni kellene járműveket. A girokoptertől messze vagyunk még, mint Majkó Jeruzsálemtől, de leginkább egyébként annak tudnék örülni. Na, gyerekek, hol van a biciklém? Ott a biciklém valahol. De mi? De arra sem bemette meg, hogy van törve mindig a lábunk. Miért törtem el? Mit csináltam most utoljára? Küldetés fölveszem, aztán akkor már csináljuk is. Ja, de lábtöréssel nem vagyok kibékülve. Majd annyit csinálunk, hogy amikor... Ja, nem tudom, a biciklizésnél is gondolom, a sprintelés az nem tesz jót nekünk. Mi ez? Nem mi volt ez? Öröti küldetést. De mi ez? Nem is én választottam ki vagy. Milyen fasz volt ez, gyerekek? Na mindegy, menjünk a bicikliért. Áááá, ne arra ugyatok, tényleg tudom, hogy idegesítő, hogy folyamatosan fáj a lába a karakternek, de ez van. Várjátok, hova volt? Ja, itt szórakoztam. Itt ugrottam le, aztán azért is fáj a lába. És soha nem fog meggyógyulni, gyerekek, 31 perc, nagyon sokáig eltörte. Hol a bicikli? Hát a szöve eljövök, hova lettem a biciklét? Mit csináltam a biciklémmel? Miért van itt? Mi a faszom? Én már eljöttem ide a biciklibe, azt elvettem gyalog innen, de jó ügyes gyerek vagyok. Na, menjünk küldetéseket csinálni egybe főbe, megpróbálunk nem izélni. Nem sprintelni, jó, elég gyorsan adunk a biciklibe anélkül is. A mai nap úgyis akkor este 10-ig nyomjuk a küldetéseket, ha esetleg lesz night only, akkor meg azt úgy vesszük fel, hogy akkor éjszaka is nyomjunk egy küldit. Jó, tudom nem lesz könnyű, de nem tudom, szeretnék haladásosan így lenni. Nem látszik az egész bunker, olyan furcsa, mintha lenne bomlava. Nézd meg. Baloldali izei a szekciója nem látszik, és ez valami bukcsak? Vagy le van bomlava? Nézd meg, miért? Ja, fasz. Gyerekek, jön a hús. Még jó, hogy befordultam ide. Várj, ezzel! Idegesít, hogy olyan, mintha le lenne omlova. A oda nézi az egyik fele. Hogy a franc? Lehet, hogy valami anomália lebontotta? Az ugye, ez buli lenne, mi? Egyébként itt annyi kukoricás van, mint az állat, az is jó, tök jó dolog. És akkor, hogy nézem, ennek javarésze el van rovatba. Ja, egyébként szándékosan nem sprintelek. Na most már komolyan idegesít az. Vagy nem na jó, oké. Okay. Rott életben mondom, bazza, izé van itten. Tönkrement a vízem.
Ja, itt elég sok kukorica van ebben a városban, mindenhol ilyen kis farmok vannak erre arra elhelyezve, meg tök jó, mert a kapásból lett egy csomó húsém. Tojás, kár, hogy tyúkokat nem lehet tenyészteni. Ej. Hát most nem volt szerencsénk. Jó, küldetés az is, 11 óra. Tier 3-as küldetés. Ugye? Jól sejtem? Reméljük. Nagyon érdekel. Gyorsan haladás és Kokomo meg Unturned játszik. Ott van egy, nem tudom, látjátok ezt a Steam-es izéket, ilyen értesítéseket. Ha igen, akkor láttátok, hogy Kokomo Unturned játszik. Ha nem, akkor most meg már tudjátok, mert elmondtam. Figyelj, ez mi ez? Nem az víztelep, vagy mi ez? Szennyvíztisztító telep. Ezek már tök nehéz küldetések, ám azt elmondom nektek, gyerekek, hogy ezek már nem kis pályák. Úgyhogy itt lehet, hogy lesz már problém. És tudom, hol lehet bemenni, meg ezek tök ilyen nagy bázisok. Szóval nem ilyen izé kis piskóta szarok. Úgy gyerekek itt azért kapa... Hogy milyen fasz ez? Ez milyen hely? Na a kapas volt a kutya, figyeld, be kéne tárazni. Oké. Okay. Szóval veressük neki. Ja, hogy ez egy négyes. Ez egy raktár, Johnson raktár. Biztos van kutya. Nagyon nem kéne futkorásznom. Nem menjünk be itt, nem? Jó, ezt nagyon ütöm ezt a hülyét, mert úgy láttam, hogy itt egy nyugtalankodik. Aha, megjött a... Ezt akartam mondani, megjött a kutya. Jó. No problemo. Na, látjátok, az a baj, hogy minden ilyen szemetet összeszedek, azt utána meg nem lesz helyem. Na, okosba, mert a fejünkre is fognak potyogni, már előre éreztem. Gyere le, barátom, vagy be vagy lázba, vagy mi van? Nézzük, már elég összetettebb struktúrák! Én mondjátok ezt a szót. Meg volt mind a kettő, ugye? Jó. Nekem még mindig adja ez a weapon. Ez a kalapács nekem még mindig nagyon adja. Az első radizombi gyerekek, amit látunk. Azok bírják ám. 1200 XP-s volt. Mi volt ez? Az a baj, egy ilyen, beszorít egy ilyen radizombi valahova, akkor azért tud fájni lehet. Ott volt egy négyes nehéz armor szerintem. Ez nem rossz. Jó, hát ezt majd megnézzük. Na hát itt meg ugye jobbak a lootok is. Nyilván. Jók ezek a küldetések. Végre egy kicsit nehezebbek. Nem annyira snasz, unalmasak. Nem csak egy kicsi házakba mászkálunk. Hanem ugye ilyen gyártelepek, meg minden is játszik már. Jóval izgalmasabb tud lenni. Meg általában itt a fölút környékén ezekben a nagyobb épületekben azért már szokott csúnya világ lenni. Jó az a kalapács, gyerekek, jó az a kalapács. Kettes szintű acél.
kalapácsot tudok már csinálni. Jó, előbb-utóbb meg fogjuk csinálni, ne aggódjatok. Nem mindig kőkalapáccsal fogok veretni. De egyelőre nekem ez most ugye még elég jól adja. Hát ez úgy látom, hogy zsák utca. Ja, ki kell tisztítani a terepet egyébként. Itt van egy szép. A kurva erre! Így érsz egy oldalra nézek, azt itt a nézeget a csávó! Fazze! Hát erre meglepett. Jó. Díj van gyerekek, díj van. Ezt kiütöm aztán, hát, hogyha valami jó útfusz lesz benn. Ez meglepett egy kicsit. Ja, viszont egy alapanyag kellene rengeteg. Mármint mindenféle alapanyag. Az a baj, hogy egy ilyen épületet is az, de jó ugye, hogy szépen leszedném a függönyöket, mindent lekraftolnék, mindent ugye szétszednék a csavarkulcsal. De ugye túlságosan pörgősen játszom ehhez, úgyhogy inkább megcsinálok 10 küldetést, mint egyet úgy, hogy teljesen szétszedő az egész bunkert minden alapanyagért. Úgyhogy azért bocs, előre is, de szerintem ismeritek annyira, hogy inkább a rohanós őrület szokott jellemezni. Na, már legyen nyitva. Ez ilyen lutri, nem? Mindig várod a nagy csodát, aztán lófasz. Figyeld, nem gyanús. Ez nagyon jó. Ez a behemoth droid, ez nagyon bírja. Ott ki meg, oda ki meg viharban, úgyhogy tök jó. És be vagyunk ide húzózkodva, főzőedény, hegyeim vannak már. Az elején mennyire fontos, hogy hamar szerez főzőedényt, és minden második esetben kapok egyet. Na jó, menjünk tovább. Mi ez? Szökrény? Ez be van zárva, aztán ilyen nullás védelem van lányt. Mi volt ez a robbanás, more? Tiszta kifinomultan kell itt játszani, mármint így figyelve mindenre. Csak nem akarod nagyon csapadni magad. Ha, itt robban valami szerintem. Ezek meg be fognak keríteni. Aha. Így nem. Itt konkrétan felrabbad valami gázcső. És itt kell lezárni. Valaki meg bejutott valahonnan. Most vert szét valamit. Nem, még nem. Csak próbálkozik. Ja, a sprintelést azt kihagyom, bocsász. Egyébként egy ilyen helyen is tök lehet telepedhetne az ember. Olyan jó helyek vannak így a játékban. Egész jól megy a fight. Aha, most nyitottam ki ezt az ajtót. Marha jó. Tiszta ilyen gyártelep feelingje van egyébként. Különben nem, nem gyártelep ez, hanem egy raktár, azt tudom. Zárva van. Zárva van, de ez a mennyezet, ez gyanús.
Ah, itt a kulcs. Kurva jó! Imádom az ilyen harcos képzeleteket. Hát meg akartak kevéggel szivatni, mi gyerekek? Ez a tipikál. Nagyon le volt szkriptelve, hogy most rádobja a fejemre egy csomó zombit. Egyébként így a visszajelzés, a feedback ennek, hogy mikor ölsz meg valakit, meg mikor nem, az tök szar. Mondjuk nem tudod. Mármint így abból tudod esetleg, hogy az XP-ből, de hogyha csomót ölsz, és mondjuk írja, hogy mit tövér 400 XP, és akkor utána kiírja, hogy 800, akkor most nem tudod, egy 800-asat agyon ütöttél. Vagy pedig másodiknak számolt fel megint 400-ad, vagy ezt hogy vele érted. Jó. Meg vagyunk ám. Hát nem túl sok minden van gyerekek itt. Az még azt hiszem, hogy 5000-es láda, azt meg szét kell vernem, úgyhogy... Ennek kifejezetten nem boldog vagyok. Attól, de talán valami jó cucc van bennem. Ezt vegyük vissza, 13 óra, 0-8, egész jó. Ja, hát ez egy 4-es szintük, ez 10 volt, tier 4-es. Tier 3 meg mi az, hogy egy narancssárga mögötte, nem tudom ez hogy van. Mert majd 3 koponya, meg van egy negyedik, amelyik ilyen narancs, ami nem piros, ezt lehet, hogy nem tudom, hogy ez hogy működik. Valami nyugtalankodik egy zombi egyébként. Hogy oh yeah, kezdi. Lehet, hogy itt meg fog jelenni, úgyhogy még mindjárt kiderül. Közben ezt is ügyögetem. Nem bírom itt hagyni ezt az 5000-es ládát, gondolom, ti is meg is őrülnétek, hogyha itt hagynám, mondanátok, hogy Keeper! Szálljál rá időt! Egyébként lockpickingre simán rámehetnék, mert már van annyi skill pontom, mint a sár. Aztán akkor egy-két lockpicket vinnék magammal, aztán akkor nem húznám itt az időt ilyen hülyeségekkel. Ha van skill pontom bőven, vagy 7. Majd el kell döntenünk, mire pakoljunk. Mindjárt vége gyerekek, nyugi. Meg túl vagyunk terhelve, nincsen olyan, amit lehet, ezt, figyelj, ezt majd megesszük. Ezt megtanuljunk. Ígyunk egyet. Ja, ez hülyeség volt, mert van belőle bőven. Figyelj, ezt meg érdemes leszkrepelni a francban. A biciklibe kipakolunk. Visszamegyünk, akkor mindenképp kellene egy láda oda alulra nekem, hogy abba belepakolom az ilyen random dolgokat. Jó, te Isten. Remélem, hogy valami értelmes lesz benne, gyerekek. Ezért a kettőért már megérte, meg van egy mód. Megért talán egész jól össze. Na, menjünk itt le. Itt vagyok, haver, nyugodjál meg. Na. Tiszta nőverés történt itt. Hol raktam a brengámat? Itt van valami. Ja, itt a brengám. Na, mehetünk is oda szépen nyugodtan. Szintén nem sprintelve, mert az nem lesz jó nekünk, és fogadjuk rossz irányba vegyek. A pöcsödet ebbe a falba. De milyen durva, olyan hangja van, mint egy csákány előtté hallod. Na. Szépen okos be vagyunk. Elgurulunk. Ja, ez a víztisztító telefon, nem? Hybrid Energy, vagy nem tudom mi volt kiírva, hogy Hydro Energy. Oké, a benzinkút, ez a ti benzinkút.
A benzinkút az lenne vicces, hogyha le lehetne ásni, aztán lennének tartályok, lenne föld alatt ilyen nagyon nagyok, és akkor azt így ki tudnád nyerni belőle, ki tudnád szipkázni belőle a dolgokat. Szerintem úgy tökadná. Na gyerekek, tök jó. Nem nyomom a sprintet, mert nem akarom, hogy tovább romoljon a lábunk állapota, inkább egy picit ráérősen. Jó, hát egy ilyen 4-es questtel így el vagyunk. Itt már ilyen radigom zombik vannak, ugye? Amik egy kicsit kellemetlenebbek. Na ide én fogok csinálni egy ládát, amiben mindig ki fogok pakolni. Mindjárt várjatok, gyerekek. Van nálunk fa. Hol a fa főnök? Fogadjunk, nem elég a ládának. Csontból mit lehet? Fogadjunk csontot, mi? Wow! Micsoda meglátás volt, csontból csontot lehet csinálni. Igen, tudom, most sprintelek. Aztán akkor csinálok néhány ládát. Mondjuk egy, hányat tudok? Kettőt csinálunk elég az. És akkor ide valahol lerakom. Nem közvetlenül a bejárathoz, hogy olyan zombi hordakon ne akadás legyen. Ne akarjanak beleakadni, hanem mondjuk ide aztán. Mit tudom, én csinálunk fölé majd egy féltetőt, ha úgy van. Amiket ugye nem szükségeltetnek, hogy magammal vigyem, azokat mindig így kiszórom majd, a smoothie az maradhat. És akkor ugye a nap végén meg szépen föl tudom mérni ezeket. Pénz se kell nekem, nem? Jó, oké, azt akkor mehetünk. Aj, nem bírom ki, hogy ne fussak a rohadt életbe. Ah, tök jó. Tök jó, olyan egy-két napig nem ártana izének küldetésezni. Ja, szerintem a sárga az alapba hozzáadódó izének számít, nehézségnek. Hogy mitől desert az 1-es, és akkor ugye 4-es szintű, de viszont minden lézer desert azért. Hát mindenképp ez, mindenképp könyv. Ugye. Na valami job közelben, ne arra. Ott van egy night only, úgyhogy azt majd felvesszük éjszakára, jó? Na. Jó, már közel van. Meg megnézzük ezt. Oké, okay, gyereke. Hol a becekli? Mindig a becekli terakom nagyon messze. Jó lett ez a váz is. Jó lett. Ferike teljesen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen el van kámpicsorodva, mert azt mondja, hogy ez nem ér, ez nem jó ez a bázis, csináljak valami másikat, meg ennek semmi értelme, mert ennyi erővel uninstallhatnám a játékot is, mert igazából nem tudnak bejönni ebbe a bázisba, egy az, hogy nem is érzékelnek, úgy vagyok, olyan, mint hogyha egy teljesen külön ilyen peaceful szerveren lennék, amikor fönn vagyok, tehát nem kell aggódnom miattuk, meg még ráadásul az is problémája, hogy túl könnyű a zombi vára, de én mondtam neki egyébként, hogy nem lesz az olyan könnyű, mert lesz ebbe még nehézség. Mert később komolyabb zombik jönnek meg minden, oké, hogy fejleszteni fogom. Öcsém, bemegyünk a kertbe. Jensen rezidenciája. Hát, hogyha itt nincsen kutya, akkor a szemem... Ó, várja. Ó, várja, először ezt itt már ezt megnézzük. Oda mi a rákász, bazze? Izé, ilyen... Ugye ez bolta akart, acélbolta, nem? Csak ilyen hülyén kinéző, olyan, mint valami vapor lenne. A fészőr. Onda nézzetek, mekkora épületek a csőm. Na, kezdjük el. Ez nem túl nehéz. Kettő vagy három, nem tudom, hogy számolják. Ez is nehézségű szintes. Úgyhogy akkor itt pörgünk mind a trágyaszóró. Hogy a kurva. What the fuck? Oh,
Asszon! Nénye, mi történt itt? Hát így bejövök érted, ki van írva, hogy itt lazaság van. Erre meg a kífernek pofájába robbannak a dolgok. Hű, de nem kéne le... Ott a kulcs a falon! Engedjetek oda! Bár nem kibugoltam valahova. Bebugoltam a föld alá. Elfogyott az összes lősz, mi történt? Robban ez a hülye rendőr, mindjárt! Mondtam én, bazd, a fejemre esett minden is. Ha ne kérdezzétek hogyan, de betoltak ezek a föld alá, hallod? Így a padló alá beküldtek. Te Isten, hallod? Hát ezt ki tudok innen jönni egyet? Hallod, és megúszta a baszvek a hülye gyerekkel. De Isten. Tényleg nem tudom, mi történt. Esküszöm. Most lehet, hogy azt hiszitek, én egy... Nem volt szándékomban, hogy én ki akartam menni, ott volt a kulcs az ajtónál, csak ezek annyira rámásztak, rámugrottak, hogy bebugoltottak a föld alá. Konkrétan, hogy benn vagyok a föld alá. Itt egy, a frigider alatt vagyok be, hallod? Ez megmentett az életem a frigider. Nem tudom, egyáltalán nem tudom, hogy fogok ide kijutni. Mamuka! Segítsetek valahogy kijutni innen. Na meg egy sikítős zombi, az körülött ide, mint szar a zsebbe. Nem, menj meg itt is! Ez a tier 3-as quest! Ha megint leszakadtam valahol, mi történik velem gyerekek, bazza? Ja nem, elromlott csak a fegybúm. Nem akarom tudni, hogy mi történik itt, de szerintem... Mindjárt bajba leszek. Ez meg milyen zombi, bazd meg, mekkora dög állat. Grossmutter! Ajajajajajajaj! Ma megint futhatok, bazd meg. Persze, bazd meg, állj elém. Nagyon van itt, már nem uszom meg, öcsém. A rossz sem nevette meg ezeket a sok zombit, itt nem mi van! Ki akarok jutni innen? Milyen tier 3, bazd meg, mi van itt a gyerekek? Kijutottam! Mi ez? Ez egy kettes meg egy pöty, ez tízé, rallyál zombi 100. Azt a mocskos, mi volt ez gyerekek? Mi volt itt? Hát persze meg még itten rohangálnak, hallod? Mi történik itt?
Mi van ez a játék? Megbolondult, bazd meg. Hát ez a játék egy kicsit lehet, hogy egy kicsit elment, elgurult neki az izai pöttyös, nem? És mi a faszot csinálják itt gyerekek? Hát hogy ne? Hát fut utána egy kaza a zombi gyerekek. Hallod, volt ott izé 30 darab izé ilyen rari zombi, érted? És ez nem volt egy kicsit unfair? Hallod? Ez meg mi? Ez nem volt egy kicsit unfair? És leakadtak. Vissza kéne vennem a hátizsákomért legalább. Hát írja, érted, hogy... Ah, kettes idő. Nem, nehéz! Ez figyelj, mi van ott, töltsem egy egész kazal a zombi. Meg most egy gunya nélkül itt a járkája. Oda nézzetek, ott mászkál az összes rari zombi. Na persze, meg miért fut minden zombi? Mi történt? Mindenhol radik vannak. Levasztam egyet neki, na. Nem baj. Kurva. Énik egy neked, mi történik itt, bazd meg? Most nem azért, de sokallom. Az összes zombi fut! Az összes zombi fut! Mi van? Éjje van? Vagy mi van? Meg ilyen kettesével járnak itt párba ezek az ízek, ezek a dögök. Hát akkor se adom fel, bazen. Most megy még a küldetésem, vagy valami? Nem is megy. El is ilyenkor elugrott a küldi. Ezek meg onnan! Mi van itt? Hey! Elkezdi kettes szintű nehézség, nem nehéz! Ez is ki ez, hallod? Már Terminator 2? Hát az is, hogy én már itt ütöm már negyed órája. Ezt megint föl kell figyelni. Ember, neked meg kell halnod, hogy valamit működj. Működj. Még mindig. Ki vagy te, bazza? Mi vagyok én, apám? Moshat meg! Moshat meg! És ilyenkor buktam a küldit. Azt a betyár... Tökem. Na mi van? Ja, megsináltam, vagy mi van? De most szóval miért? Truck kell nekem. Retunt a trader. Lehet, hogy elbuktam, vagy mi? Ja, az nem az, ez 2 kilométerre van, ugye vagy? Ezt szerintem buktam. Jó, de jó. Hát öcsém, de miért? Hát visszajöttem, kizélem, meg kiárélem az összeset. Na már megint bazzom, mi van itt. Ennyi zombi hogyan férte ebbe a kicsi házba? Azt se értem. Megint meghaltam, bazen. Hülyeség miatt. Ennyit arról, hogy... Nem nehéz a játék. Na jó, mehetek vissza most. Meg mi ez az eső? Miért esik a sivatagban? Már meg ez is idegesít, nem hallod. Most meg nem esik. Fú, bazen, de mi volt ez? Hát ez volt 30 darab rari zombi, érted? Azt se tudtam. Hogyha az a favágó nem jön szembe ott az ajtóba, akkor egyébként kijutottam volna lazásan. Ott futottam. Hát hiába álltam volna megverekedni 5 darab radival. Nem vagyok boldog. Most ezt cseszhetem ezt az egészet. Meghaltunk megint. Van egyáltalán valami nálunk, ami így összegyűlt közbe? Ez egy acél izé. Bolonca. Fadványi, majd jó lesz, hogy valami csoda. Ja, nincs izéink. Javítókészlet kellene egyébként. És hol raktam a követ? Tönkrement a fegyverem, az volt a baj. Van ennél javító készlet, na akkor veszek is.
Ó, hogy a rohadt életben, hogy a questünk meg elugrott. Ez bánt legjobban. I've got Adjál valami parts, jobbot. tools, and wheels. What'll it be? Leave zombies. You must be double backbone. Nincsen idejed? Javítókészleted? Tesó. De van, megveszem az összeset, bazza, komolyan mondom. Nincs pénzem, vagy mi? Ja, csak... ja, mert kiraktam. Okay. Hú de bántottak gyerekek ezek. Azt hittem, hogy mi van egyébként, hogy beképzelem, hogy én vagyok a Rambó. Azt nagyon nem jön össze. Hol az az átkozott bicikli? Jó lenne, már valami autó, azt jobban meglátom, na? Mindig ledöntem az a biciklit valahol, azt csak. Jó, viszont legalább nem kell azzal aggódni, hogy fáj lábunk, úgyhogy megoldódott a dolog. Ott távolban van valami épület, és van neki egy tornya, azt nem tudom mi lehet, várja? Rá kéne nézni. Ott az ott valami gyarús. Nem tudom mi az a nagy tornyú épület, de ilyen masszív torony. Azt látod? Ja, pár, mi a franc? Ez olyan, mint valami nagy világító torony. Hát, bazzer, nagyon izé, nagyon ott kell lenni fejbe ezek. Mi volt ez? Ezeknél a küldetéseknél. Mármint, hogy így, ezek nem olyan gyengék ma. Na hát, hál' Isten. Nincsen izém se? Nincsen egészségügyi csomagom? Az úgy kemény vagyok. Jó, majd talán találunk meg egy kicsit. Odafigyelősebbet csinálom a dolgokat, jó? Szalon, hallod? Négyes. Az előbb volt egy hármas. Ez milyen ez, bazza? Te, hát ez nem is kicsi. Új. Maradjál már! Hát nem hiszlek el, hogy itt a nézőjönetkő. Parádézi, bazza, mindennek. Na, megyünk a szalomba. Na már most rúgják a por, gyerekek. Jó, nincs meg a kulcsod? Segítek, jó? Hű, basz. Na, van itt valaki? Egyébként akkora cigány dolog az, hogy a plafonra dobálják a zombikat. Komolyabb oldal. Fia, első helyiség, 3. Abból egy fut. Lement hídba. És ő mindig nem halt meg. Na most. Ez nagyon köcsök dolog. Megint. És szerintem megint a plafonból ugrott. Jó, koncentráljunk. Meghaltunk, meghaltunk, azon már nem tudunk változtatni, viszont azon tudunk változtatni, hogy ezután megfogunk-e. Ez mi? Nyitva van? Vagy mi? Olyan, mint egy szép. Hát már azért, mert ez szép, igen. De! Itt van valami katonai army hantú. Itt csúnya dolgok lesznek, már most látom előre. Meg imádom, amikor itt két oldalról tudnak. Rendőrbácsik, ne mancsatok engem! Meg ez a tető, a forró ugrálás, mindjárt jönnek. Szét van cseszve minden, tiszta para. Ezek azért nem kis pályás küldetések már, mint ezek tényleg nem olyanok, mint a megszokott kis, tudom én, családi házba tökörészni. Te is ütöttél egy luftot, én is ütöttem egy luftot. Gondoltam. Plafonról szabatás lesz. Ez meg hogy került meg ilyen?
Mit kell, ki kell pucolnom a területet. Jó, nem jó. Stresszes, stresszes. Állam, itt rak, mondtam, itt van egy katonai teherautó valami. Jöjjön, mekkora épület ez még more. Jó, nyert ügy. Nem tudom, merre kell menni egyébként. Talán elkezdünk mutatni majd, vagy valami. Iron toolokat tudok csinálni, 5-ös szintűeket, úgyhogy... feltétlenül meg kell csinálni majd. Ó, a főút! Már egyből nélek fölfele, komolyan. Akkor egy szivatás az a játék. Anyu! Nyugi! Segged kilátszik. Azt a betyárba azért, ezek futnak el. Nagy langalét állat. Mami! Kis ördög volt ez baj. Na, ha még? Biztos nem halt meg. Megint valaki ugrott. Megvan a főlút legalább. Nem lesz klófasz, se biztos vagyok benne. És megint ilyen borús időben, hál' Isten. Na, legalább lesztek egészségügyi csomagok, mert úgy látom, hogy azt... Ó, oh, ez is jó, ez is jó. Mit unlockoltunk? Herbal antibiotikumot. Jó, hát ez kiütöbb, meg egyébként még itt nem pucoltuk ki teljesen a területet. Jó, semmi gond nincsen, azt hiszem egyébként ez nem ad HP-t. Hát kettőt ad, úgyhogy nem érdemes megenni, inni. Jó, ezt kipucoljuk. Jó, egy kicsit, ez nem gondoltam volna, hogy ennyire nehezek ezek a küldetések, főleg azért az a ház, úgyhogy írta, hogy valami hármas nehézség. Ez tele volt ilyen... Rarián zombika, de volt benne vagy 30, azt én nem is értem, hogy ezt hogy sikerült összehozniuk. Ott az valami hiba lehetett, mert ez... Hát még arra számítok, hogy annyian jönnek, akkor tényleg egy kicsit összeszedettebb vagyok, nem rólnak be. Beestünk oda, úristen, oda, hallod, beestél oda, onnan elszabadult a pokol. Hát ezt nem is lehetett volna megcsinálni, mert ugye beestél oda. Ezt valahogy taktikusabban kell legközelebb, hogy ki beások, vagy valamit, nem tudom. A oldalról aztán, mert ne az legyen, hogy úgy esek be egy helyre, aztán kapásból szétszednek, hát millió zombi jött egyből. Jó, mondjuk elkezdtem futni, az nem tett jót a helyzetemnek, mert ugye még többen jöttek, de nem tudtam volna megbirkózni abba a pici szobába, ott, ahol az ágy volt. Azokkal a zombik. Érdekes, hogy betoltak a föld alá, hát én még ilyet nem láttam. Na, egyébként ezt meg a legjobban szeretem, amikor elkapunk egy olyan sorozatot, és állandóan esik a sivatagba. Direkt azért jövök a sivatagba, hogy tök jó kis kellemes légkör legyen, erre meg folyamatosan esik, nem? Azt nem tudom megérteni, miért van ez, bazza. Nem vagyok vele kibékülve. Jó, hát nekiállunk izéket, vasszerszámokat csinálni mindenképpen, mert ez, ennek meg ma nem állapot. Mi ez? Jó, ide jó, ezt viszont akkor legalább lesz egy kis ilyenem. Ne bazd meg már megint. Ez tudja, hogy így van valahol. Mini van! Abba 1-2-3-2.
Itt lesz a bőnye, bőnzin. Lesz a nagy piák, kettő murky motor. Nyilván. Na most merre? Ezt a részt szerintem még nem néztem át, nem tudom, ez hozzátartozik. Valószínű. Ez a ez a legnagyobb köcsökség egyébként, amikor tényleg ezt csinálja a játék. Hogy így rádobálja a mobokat. Zombikat. Meg hogy esik mindig ebben a rohadt eső ebben a játékban? Ha honnan pogyognak, azok lehet tetőrük azzal, figyeled? Szép ugrás. Meg ennek annyi HP-ja van, mint a sár. Na, hogy van valaki. Jó, mami. Te is megjöttél. És még mindig nincs vége. Azt hittem ezzel ez vége, de nem. Én mondtátok egyébként, hogy söréthez kell, vagy rengeteg lőszer. Söréthez kell rengeteg papír. Úgyhogy az jó, hogyha van papír. Ugye megettem, bazen, mi volt az? Ti hullámzik a foh. Aztán humbolomok most a mobok, ha? Sehun? Ugye jó, bazza. Figyelj, zongora! Ez tök jó, mert most meg fogalmam sincs, hogy hova kell menni. Ebben a házba kipucoltunk mindent? Ajne, hogy mindig kell ez az viharnak lennie, ajde, úgy utálom. Mindjárt körülnézünk meg itt, mert itt aztán még volt szerintem olyan út, ahol nem jártam. Jó, nézzük. Itt igen, itt erre mentem. Oké, okay, ide utána. És minden zárva van, hogy... Itt egy mami. Legyél te az utolsó? Nem te vagy az utolsó. Szomorkás vagyok. Szomorkás. Minden zárva. Itt is végigmentünk. Itt mentünk ki. Hát basszátok meg, akkor hova? Ez egy jó móka. Ez egy marha jó móka lesz. Itt ezeket az ajtókat meg azt verje ki, akinek hat anyja volt. Jaj. Bekukkantok, hogy mi van itt. Szerintem itt voltunk, igen. Hát a faszom nem sül el. Várjál, még van egy szint. Itt. Ez itt még nem volt. Gyertek, na, ha ányom vagytok, bazze. Gyertek. Gyere, Jolán. Gyújtsál föl. Szerintem az leugrott. Egy pofon ide, egy pofon oda, köszi. Jó, körülnézünk, mert szerintem egyébként leugrott az egyik csákó. Azt majd el kell megkapni még. Ó, oh, ide le lehet ugrani? Majd utána. Jó, szemét leszarom. Anyátok picsája.
Te figyelj, haver, hiányzik egy szemed. Ez azért meglepő volt megint, hogy ott áll kettő hülye. Ja, egyébként, hogy rá vagyok... Ja, ez egyik leugrott, ezt most megjött, jó. És ez volt az utolsó, igen, jól sejtettük. Hát ez ugyanoda víz. Rá vagyok készülve azért a zombikra, akkor az jó. Ebóckodtuk az előtti küldetésben nagyon, bocsérte. Mennyi van? 19:08, hát még nem a izét kellene fölvennem. Nem az éjszakai, de érdekes, hogy mindig, amikor vége a küldetésnek, akkor lesz jó idő. Ez valami scriptelt hülyeség, hogy jobban parába érezd magad, vagy nem tudom elképzelni mi ez. De nem túl barátságos, vagy nem túl szimpatikus, inkább úgy mondom. Oké. Okay. Alig várom egyébként, hogy jöjjenek még a különböző hordák, legszívesebben beállítanám, hogy minden nap legyen horda. Be kell állítanunk, hogy minden nap legyen horda. Mekkora flash lenne, gyerekek? Mit szólnátok hozzá? Lenne egy ilyen változás, minden nap horda nap. Ez lenne a sorozat, minden nap horda nap. Na, kipakolási. Az a baj, nem nagyon fejlődünk így. Sokáig tartanak ezek a küldetések. Meg vagyunk minden? Szuper. Végre egy kicsit dinamikusabban tudok pakolni már. Sok hotkeynek köszönhetően. Oké. Okay. Valami járművet nem hiszem el majd egyébként ez a csávó vagy valami ilyesmit. Valami jobb lootot. Megint mi ez? Mód. Meg ilyen arró. Melyik ér sokat ilyenkor? Mert Ferike mondta, hogy csináljam azt ilyenkor, hogy ami legtöbbet ér. Vegyem át azt adja be neki a francba. Egyébként ez jó ötlet, de hát... De majd ez is egy nagy pénz így. Ja, ezt meg kell csinálni ezt, és az éjszakai távallani még akkor még belefél. Nem? Meg kell pucolni a területet. Merre van? Pont a másik irányba. És utána akkor az éjszakait is meg tudnánk csinálni. Hol a bicikli? Azt kéne csinálni. Éjszakai küldetés az egyel izgalmasabb lesz biztos. Meg hát miért ne csinálnánk meg? Éjszaka se csúcsi se dolgunk nagyon. Ó, az hova vagy basszus? Ja, itt van egy ház a közelben, szerintem az lesz az. Is eltűnik az az objekt? De jó. Újabban ezek miért támadnak meg? Egyébként nem szoktak. Hú, de jó rész ki. Mondjuk én nem egy nagy kunszt őket leütni, ne ugrasz a bicikliről, hátrafordulsz, aztán csapsz egyet. Jó, ezt gyorsan megcsináljuk. Aztán utána... Hopp, kutya, az meg kutya kaja. Szegény! Szegény bukba ezek, de nyomnod is párgát. Jó, van, figyelj, 12 kaja free. Erre is gondolom lehetne rakni, hogy többet szedjél ki, vagy ilyesmi. Gyorsan szétcsapjuk ezt az egészet. De... Ugye az biztos van, ma most látom. Bír. Madárka! Ez ilyen rencs. Próbáljunk dinamikusabb, jó? Kemények leszünk. Ez mi a hangbot, bazd meg? Nem áll megint egy ilyen izé zombi. Ez a vadállat, nem tudom ki ez. Nem tudom ki az a Terminátor, bazza, de ez brutális ez a csávó, hallod?
Ezek nagyon kemények. Eltörte a kezemet a csávó, de jó vagyok. Nagyon jó. Mivel tudom bekötni? Ezzel be tudom? Aha, jó. Ezek nagyon-nagyon durvák. Figyelj, most látni ilyen messziről a izajomat, a tornyomat. Érdekes, hogy néha nem látni, néha meglátni. Na. Úgy látom már előre, hogy ez nem lesz sétagalop, már érzem. Úgyhogy az első kettő zombi egy rendőr volt, meg egy ilyen nem tudom mi volt, fereál, vagy minek neveztük ezt régen? Lehet, hogy még mindig ugyanúgy nevezzük, szén. És megint komolyan együttéssel sikerült eltörni a kezemet. Mi vagyok én, bazer? Kislány? Azt a betya, hallod, ez nem kicsit kemény ez a hely. Nem kicsit kemény ez a hely. És még mindig úgy érzékelő támadnak. Ott egy zöldike. Még más is ordít, hallom. A zöldiket meg kéne várni. Shrek, Fionád, vagy mi ez? Rávesz 8-at fejre, azt a fese veszi bazza. Még mindig hallod, nem? Ez egy után tág bazza. Mi a fasz? 1500 HP, vagy ezért XP-t adott. Na Isten. Kik ezek, bazza? Kik ezek? Hallod? A kurva életben mi van itt? Ez akkora egy köcsök dolog, bazd... Nem jó a buli. Gyertek, gyertek, köcsögök, gyertek. Pont neki mentem a sövénynek háttal. Mi a fasz van itt, bazd? Kik ezek a... Köcsöge állatok. Kicsit benehezedett a játék, nem gyerekek? Nem érezzük úgy. Csak én. És mindig nem. Fasz van itt, bazzett, én ezt nem bírom elviselni. Gyerekek, itt engem úgy faszra húznak, megpörgetnek. Kilőnek a holdra, hallod? Újra kell gondolnom az életemet, itt valamilyen forduló mérföldkő történt. Ezek bekeményedett itt a dolog rendesen, és megint szerintem cseszhetem a küldetést, mert messze mentem. Jó van, bazze, hát itt van baj. Nem tudom, esetleg a lútérbe menjek, vagy itt az lesz, hogy meg fogok dögleni. Jó, kijössz nagyon messze, ki el vagy a területet, hogy cseszheted. De hát igazából... Azt is cseszhette volna, hogyha megdöglök. Ez nagyon kemény. Megint valaki sétálgatál. Zsony 50 HP. Jaj, de a rendőr... Menjetek a picsába! Jó, megyek hozzá, bazzeg, nincs itt a rendje. Kurva életben, mi van itt? Hol a biciklim? Biciklizek hozzá fele szépen okosba. Oh!
Sziasztok! Hello! Mentem haza, ott a toronyban megtaláltok, ha akartok valamit. Hát ezek szétkaptak, mint a szar gyerekek. Itt újra kell gondolnunk hát az életünket. De ez nem úgy van, hogy én itt nekiállok ezért csinálni. Lájtosan nyomom a kövesztelést. Hanem itt komoly dolgok vannak. Itt össze kell szednünk magunkat, mert így nem jutunk egyről a kettőre. Rohadt nehéz lett a játék. Basz. De ezt nem tudom, hogy most ezt tényleg át kell gondolnom. Megfogadom a tanácsaitokat, mindent, hogy mire rakjunk, mire ne rakjunk. Hát ezek szétszedtek mind a szarcia. Nem sok mindent nyertem én ezzel az egésszel. Inkább mondhatni vesztettem. Jó, hát meghalunk, igazából leszarom, ha meghalunk. Azt hiszem XP-t nem vesztünk, van egy ilyen penalitink egy nagyon rövid időre. Úgyhogy... nem nagyon bánom. Úgy mondjam. Jó. De minél több dolgot föl kéne vinni. Egy szusszal. Várja, akkor már kezem lábam betekerem. Jó. A kéztörés azzal tudom majd csinálni. Járni nem ugrottak. Jó, nem majd. Menjünk fel. Most úgy sem akarok ütni. Ja. Hát ez több mint meglepő volt számomra egyébként, hogy így elkalapáltak minket. Meg be is vertek egyszer ugye, meg is öltek. Bár az elég unfair volt, amikor oda beestem. Azt nem tudom, az kiúszta volna meg. Hogy mit tudtam volna csinálni a bal helyzetbe. De hát... ez úgy látom, hogy például ez a fegyver, ez egy rohadtul nem jó. Kellene csinálnom komolyabb, még hogyha izével is fogok küzdeni, ilyennel. De akkor is komolyabbat kell csinálnom. Mert meg kellene néznem, hogy lőfegyvereket, vagy bármit, hogy tudok-e csinálni. Mert ez egy kicsit ilyen, nem vagyok eléggé updated, szerintem ez az egészhez. És ez a legnagyobb probléma egyébként. Hogy eléggé... elég low vagyok hozzá. Jó, viszont... egy kicsit pakolászni kellene. Uh-huh. Ez milyen? Ez sima iron. Uh-huh. Ja, rá meg kéne nézni, hogy az acél ilyen kalapácsot miért tudnék csinálni. Érdekes, hogy most nem kapok egyáltalán sehol azt a legendary parcot. Na, mi ez? Steel. Steel. Ilyet tudnék csinálni, ketteset. Hát figyeljetek, csak nem lehet rossz. 20 darab acél kell hozzá. Boot, 6 darab izai, duct tape. Meg steel, hammer, parc. Amiből nálam is van 2, nem, nálam van 8 és 2 kell, ugye? Le kéne trekelnünk. Aztán akkor lehet, hogy egy ilyet le kéne gyártani, nem tudom, már vasból nekem van steel-em. Még kellene 3. Azt én meg tudom csinálni most itt. Forgot steel. Aha, tudok csinálni. Csak egy 3-ot. Miért nem tudom csinálni? Ja, kell hozzá valami ilyen szar. Nem tudom melyik. Hát ez baj. Viszont ezt kikapcsolom, akkor nem tudom megcsinálni. De fasza. Hát ez szomorú. Nincs ez stílem. De egyébként lehet, hogy lent volna, de most már nem érek le az árushoz. Ilyet nem tudok, de viszont Iron-t azt tudok szerintem. Meg Iron, ilyet tudok csinálni, 6-osat, vagyis 5-öset. Hát csak jobb, mint a 6-os ez, nem? Ahhoz viszont meg tudnám csinálni, szerintem megvan hozzá minden, várja, betrekeljük.
És akkor megnézzük, hogy mi kell hozzá. Kellene hozzá ilyen, amiből kellene még 6 darab, várjál? Annyit kellene csinálni, hogy itt a túloknál meg ilyet is kéne csinálnom, de viszont ezt fogom, és ezt be fogom scrapelni, meg ezt is be fogom scrapelni. Arra kíváncsi vagyok, mit ad ez. Aha, alkatrészt fog adni. Nagyon jó. Ja, először megcsinálunk egy ilyen iron kalapácsot, aztán kiszedjük a modokat a miénkből, meg a skill pontokkal lehet, hogy egy kicsit bűvészkedni fogunk. Úgyhogy ez lesz itt a projekt most. Viszont kaja alapanyag, ezeket ki kéne szórnom, meg el kéne mennem majd. Tudjátok jó, hogy hova. Oda-oda, igen. El kellene mennem haza. Na, mi kell még hozzá? Kellene 30 fa, 6 bőr. 30 fa. 6 bőr. Meg 6 duct tape. Oké. Akkor egy ilyen craftolunk. Hát csak jó lesz, bazzer. Az a baj, hogy 6-osat nem tudok, nincs legendary percom. És igazából nem is nagyon ad újabban. Hát csak jobb lesz, mint a mostani. Bízunk benne. Meg nem tudom, hogy egyébként iron pickaxe-t. De mondjuk egyelőre most nem nagyon gyűjtögetek semmit, sem teljesen felesleges lenne. Mit lehetne? Meg kell nézni a weaponöket, nem tudok valami jó weapont, valami lőfegyvert craftolni. De lehet, hogy azokat még egyáltalán nem. Sőt, ezeket lehet, hogy... Hát ezeket valószínűleg nem fogom tudni craftolni. Úgyhogy ezeket kell szereznem. Mert különben semmit nem fogok érni. Az a baj, ez is nagyon gyenge, meg még ráadásul nagyon hamar leamortizálódik. Úgyhogy nem a leg szuperebb a dolog. Most ez egy kicsit megint elszontyolított. Mindig történik valami jó, azt utána meg történik valami nagyon szar. Ugye? Észrevettétek ezt ti? Jó, annyira nincsen baj. Kell csinálnunk kaját is. Jó, azt mondjad ki. Na, ezt craftoljuk már? 3-3. Akkor azt csináljuk, hogy ezt meg, mert akkor ezt szét kiszedjük a modokat belőle. Elvileg van belőle, hogy 3 is, ugye? Ide berakjuk középre. Oké. Okay. Ez micsoda? Ja, noise-ot csökkent. Jó, ezt a 3 modot ezt be fogjuk szórni. Addig gyorsan kipakolgatok, egy kicsit jól elszontyolottam, hát van ilyen gyerekek. Sorry. De... Ezeket meg lehet, hogy leérdemes lenne scrapelre, mi a francnak tartogatom, nem? Alkatrészek. Ez van itt bőven. Van itt morok. Ezt pont nem kéne elrakni. Jó, ott még volt egy armor alkatrész. A vasba be kéne dobni ezt. A fába meg berakom ezt is, meg ezt is. A szerves parcba ezt, szervetlenbe ezt, és meg is vagyunk szerintem. Elég nagy könnyítés az, hogy sikerül kimondanom, hogy nem jönnek a zombik, ugye nem látnak meg minket, nem
fedeznek meg, fel, az tényleg egy elég nagy könnyítés, igazolom Felikének. De jó, hát ez a fegyver dolog, ez egyébként elismernék haza, mert az baj, ott, hol van sörétesem is, azért jó lenne, hogyha többfajta fegyverrel tudnék harcolgatni. Úgyhogy lehet, hogy holnap reggel ugrunk haza, sőt lehet, hogy éjszaka, és nekiveselkedünk megint ennek a küldetésnek, most már egyen jobb Hammerrel, meg esetleg, már egy szóval, mennyi lőszerem van? Viszünk még lőszert, oké? Okay? Az a baj, ilyen lőszert neki kéne állnom gyártani. 762-es ammo, ahhoz mi kellene? Ezt tudok is gyártani. Ilyen kell hozzá, gunpower, meg olyan. Ebből szerintem van is nekem, megmondom őszintén, akkor ezt le kéne gyártani ilyenre. Van nekem ilyenem, ilyenem. Meg a szám, hogy... Várja? Ezt is leszkrepelem. Arra sincs szükségünk, meg ezt is leszkrepelem. A túlszál meg ott vannak. Ja, izé, mit kellett? Kő kellett. Ez, és akkor tudok csinálni. Igen, 762-es lőszer, 126 darabot, akármennyi is, tök jó. Jó, hadd gyártsa. Mennyi van még vissza? 20 másodperc és akkor elkészül ez valami. Ez már nem kellett, ezt akkor visszarakjuk a vépenbe. Igaz, hogy ez alkatrésze, de okidoki. Izére kellene nekem rágyújnom, nagyon sok javító, így ilyen javítókészlet kellene, és ezt igazából magamnál is érdemes tartanom, ahogy nézem. Mert azért ez elég sűrűn kell. Ezt meg egyelőre még nem szkepelem le, hanem ezt így magamnál tartom, és na itt az ötös. Jó, itt az ötös. Ezt meg viszont mehet ide be. Jó, viszont azokat még szkrepeli. Ennyi vas kijön azokból a szarizekből. Szarkalapácsokból, nagyon durva. Jó, akkor itt van az ötös, és akkor ezt felmodoljuk addig. Azt mindig mondtátok, hogy próbálkozzak ezzel. Megnézzük mekkora. Power Damage 93. Damage 93. Hát ennek meg 49. Kb. Duplája. Ja, hát kb. Duplája, azért így ötösen már lehet, hogy ez baráti lesz. Ugye? Jó, ezt le is szkrepelem a francba, akkor meg kell szoknunk ezt a weapont. Stamina kosztja jóval nagyobb, ugye? Ütsz egyet, akkor azért... De hát ezzel legalább ütsz is. Szupi! Jó, akkor ezt így fejlődtünk egy nagyon picit. Nem is túl sokat, de azért tényleg egy nagyon picit. Gyógyszer, az a baj, gyógyszerbe se vagyok ám nagyon ellátva. Azzal is vannak problémák. Akkor kellene olyan, hogy... Jó, ennyi lőszer elég lesz. És akkor az AK-t fogjuk használni, viszont el kéne menni más fegyverért is szerintem. Egyébként ezt a benzint, ezt mi a faszért hordom itt magammal? Ezt tudja valaki? Jó. Oké, gyerekek. Az lesz a holnapi programunk. Elmegyünk a cuccokért, maradék cuccért a régi bázisunkba. És akkor elhozzuk onnan őket. És utána már még lesz fegyverünk. És akkor úgy fogunk nekiállni ennek az egésznek, mert itt valamit okozdunk el. Ez a küldetésezést, hogy egy kicsit hatékonyabban tudjuk csinálni. És nyugodtan írjatok egyébként ötleteket, hogy szerintetek mi lenne még egy olyan optimális dolog, tényező, amivel még növelhetném a hatékonyságomat, mert én nem érzem, hogy nagyon hatékony lennék. Sőt, nem tudom, biztos az én bénaságom is, de talán egyébként ez a Hammer már egyen jobbat fog okozni nekünk. Jó, ezt is meg kéne javítani, ez mi kell, hogy ezt javítsam? Ezt akkor legyen megjavítva. Ja, a javítókészletet kell csinálnom meg mindig. Ja, duct tape az rengeteg dologhoz kell. Van egy-két dolog, amikhez majdnem ugyanazok a cuccok kellenek. Oké, na. Amennyire jó volt az előző rész, annyira egy kicsit elcsüggettem ma, hogy megint sikerült meghalnom. Az meg viszont szerintem a Western város.
Tök jó, imádom. Jó, oké. Nem annyira gond, nincs, egyszer meghaltunk, meg hát jó sokan jöttek. Köszönöm szépen a figyelmet, írjatok tippeket, hogy szerintetek mi az, amire még rágyújjak. Álljál meg, van 8 darab skill pontunk, hallod, valamit kéne okoznunk magunknak. Például ugye, akkor itt ez, viszont ez ki van a maxolva, ugye? Skullcrusher ki van maxolva. Master Sheave. Ez a kettő. Aha. Több alapanyagot szedsz. Most egyelőre arra nincs szükségünk. Mindjárt végignézem itt, hogy mi az, amit érdemes lenne, jó? Deadeye, Demolition Expert, Sphere Master. Lucky Looter. Lehet biztos, hogy egyébként Lucky Looter is jó lehet. Ez mi? Még itt is vannak jó dolgok. Erre miért raktam? Mi ez? Ja. Ez jó, mert egyébként tizét ír. Azt írja, hogy ugye nagyobb eséllyel ütöm ki. És redukálja a power attack-nak a izéjét. A stamina kosztját. Te ez milyen weaponekre gondol ez? Ez nehogy ilyen izéjét, mind ilyen, nem minden weaponre igaz. Na ez lehet, hogy csak ilyen boxolói dolgokra. Nézzük az agility dolgokat. Ez a calculated attack, ez micsoda? De ez is csak izére számít, kalapácsra nem. A francia sem bele, de miért? Nem vagyok boldog. Semmi olyan nem találok, ami igazából nekem ilyen nagyon jó lenne. Egyébként ezt lehet, hogy meg kell tanulnom. Jó, rakjuk erre. Meg kell nézni a fő attribútorokat, hogy miket adnak. Mert ugye ezt is érdemes lenne nézni. Úgyhogy ezeket így végig kéne nézni. Ja, ez ki van maxolva. Hogy azok mit adnak? Nem csak a perkek, hanem maga az attribútor. Ú, és minden egy mást ad. Úristen. Itt meg már nincs. Hát a fasz tudja, hogy mire érdemes rakni, gyerekek.
Azt írja, hogy egyébként gépfegyverek rarizét. Extra sebzést, nem is keveset. De a franc tudja, 8 darab skill pontot valahogy el kéne költeni, gyerekek, láttátok, hogy mégis mivel ming van. Ha esetleg gondoljátok, akkor írjátok meg, hogy szerintetek mire költsek. Mindenképpen meg fogom várni ezt a kommenteket, és akkor azt szerint fogom eldönteni. Na, köszi szépen egyébként, hogy itt voltatok. Jó hosszú rész lett, egy kicsit kétes értékkel bír, amit elértünk, de azért annyira nem volt katasztrofális. Ja, köszi szépen, sziasztok!